Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Budafokon kezdik a bajnokságot az NB1B piros csoportban a kék cápák. A Nyírbátori ASE megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelték. A kosárlabda NB2-ben indítja felnőtt csapatát a Nyíkseszeg Fűbútor. Nyíregyházán rendezik meg a junior és ifjúsági ökölvívó országos bajnokságot. Pénteken rajtol a bajnokság a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a nyitófordulóban Budafokon lép pályára. Egy tök jó megfogalmazást alkalmazott a Szabó Gabi masszőrünk, hogy a lelkünknek nagyon jót tett volna, hogyha győzelemmel hagyjuk el mondjuk az utolsó meccsen a pályát, de az, hogy 4 pontot játszottunk egy elsőligás szlovák csapattal, az felér egy győzelemmel. Ez nyilván nem ugyanaz, de a rengeteg pozitív impulzus, a győztes első félidő, illetve egy csomó rész siker, ami különböző szerkezetben megadhatott, az a srácoknak is azért ülepedett, és jelenleg azt mondom, hogy lelkiállapotban mindenképpen vagyunk ott, hogy győztesnek érzik azért magukat a srácok, és nem úgy megyünk az első fordulóra, hogy bármilyen lógó orra, hanem önbizalommal. Arról is beszéltünk, hogy a sok új játékos miatt ki kell alakulni egy hierarchiának a pályán, az öltözőben. Ez megtörtént, vagy mi folyamatban van? Meg is történt, folyamatban is van. Valahol szeretném is azt, hogy hosszú távon is egyrészt a csapategység miatt, másrészt az egyéni folyamatos tűzben tartás miatt nem szeretnénk nagy különbségeket tenni a rotáció közepén. Szerintem lehet olyan a bajnokság, hogy egy 4-5 meccsen legalább, nagyon remélem, hogy fogunk olyan játékot mutatni, hogy nem kell változtatnom azon az előszezonos rotáción, ahol 10-11 embert forgatok, és mindenkinek jut egy 15-20 perc, akkor is, hogyha valakinek kicsit jobban megy, vagy kicsit rosszabbul, mert a játék képét tudjuk a mi szánk íze szerint formálni. Biztos, hogy lesz olyan meccs, ahol ez nem fog menni, mert teszem azt itt az első 6 fordulóban azért már van Pécs idegenben is, ami biztos, hogy nagy ellenállás lesz, és ott nem biztos, hogy tudunk annak az oltárán áldozni, hogy meglegyenek a percek. Ott igenis a jó ritmusban lévő játékos, a domináns játékos pályán fog maradni kicsit többet. A fejlődés hívet nézzük, mikor élhet el a csúcsára ez a csapat? A bajnokságot 3 részre osztom, mondjuk van az előszezon, annak most vége van, jön az alapszakasz. Én nagyon szeretném, hogy a playoffra legyen ez a csúcs, és reális is lehet. Ebben a rendszerben, amiben most játszunk, lehet, hogy több év is kell, hogy még egy másfajta csúcsot is elérjen, de ugye nem elképzelhetetlen, hogy itt már az első harmadában a bajnokságnak légióshoz is nyúlunk. Folyamatosan szó van róla, hogy merre fel erősítjük a csapatot, de annyira jó a csapategység és annyira jó irányt vettek fel a srácok, hogy egyelőre nem lépünk ebben, de nyitva tartjuk a szemünket, és ha arról van szó, akkor lépünk. Mennyire kísértétek figyelemmel az ellenfelek erősítéseit, játékos keretváltozásait? Az elmúlt 3-4 szezonomat pont a piros csoportban töltöttem, tehát így eléggé képben voltam vagyok a játékos keretekkel. A változásokat végigláttam, sajtóban követtem, illetve internetes oldalakon. Körvonalazódnak erőviszonyok nyilván, meg számolgatnak az emberek, voltak nyilatkozatok. Belünk nem annyira számolnak még, hogy top 4-be leszünk. Nem baj. Majd ezt ki kell vívnunk magunknak a pályán, illetve az ellenfelekkel szemben. De akiket emlegetnek a kollégánk is, illetve a közvélemény, a MAFC, a Cegléd. Ugye a MAFC majdnem egybe maradt, a Cegléd nagyon beerősített, nagyon sok igazolással, illetve a Pécs nagyon egybe maradt, szinte ugyanaz a csapat van, akik fel akartak jutni, természetesen erősek maradnak. De hát a BKG minden évben erős, a Vasas minden évben egy masszív utánpótlás nevelésüknek köszönhetően egy olyan csapat lesz valószínűleg, akik szervezetten játszanak, szervezetten védekeznek. És van az összes többi, ahol nagy játékos mozgás volt Újpesten, vagy most már Fóton ugye.
Kaszásoknál is egy teljesen új csapat épült. Érdekes lesz, érdekes lesz. Szerintem egy jó kiegyensúlyozott bajnokság lesz, biztosra sehol nem lehet menni. Itt nem is olyan rég egy Miskolc egy előkészületi meccsen a MAFC-ot is verte. Tehát nem lehet biztosra menni sehol. Beszéljünk egy picit a Budafok elleni meccsről. Első forduló idegenben sosem könnyű, milyen meccsre számítasz? A Budafok is ugye olyan, mint a mondjuk az említett Miskolc, hogy régóta együtt játszanak, az mindenképpen erősségük. Jól erősítettek, mert egy Maradsikáron az mindenképpen a 7-8 év vasas múltjával, illetve A-csoportos múltjával, kultúrát szervezett játék tudásával nagy erősítés. Nekik is azért úgy építkezés itt az eleje. Tudom, hogy nincs annyi edzés lehetőségük, biztos, hogy keresgélik a szerkezetüket. Ilyen szempontból az itt tapogatózó mindig egy első forduló. Mi arra alapozunk, hogy beletettük itt az elmúlt másfél hónapban azt az energiát, amit kellett. A srácok baromi jó dolgoznak, úgyhogy kitesszük szívünket, lelkünket a pályára, aztán bízunk a legjobbakba. Szombaton ünnepelték Nyírbátorban az Asztali Tenisz Egyesület megalakulásának 30. évfordulóját. A rendezvényen korábbi és jelenlegi játékosok találkoztak a Győrfi Tibor edzésközpontban. Volt előzménye ennek a klubnak. 1991-ben megszűnt a gyűjtőklub, a Városi Gyűjtőklub, a Nyírbátori BSC, és a tagszervezeteknek vagy szakosztályoknak felajánlották, hogy önállóan működhetnek tovább jogutódként, amennyiben ezzel élni kívánnak, és mi úgy döntöttünk, hogy élni kívánunk, és megalakítottuk a Nyírbátori Asztali Tenisz Sportegyesületet, és azzal a céllal, hogy elsősorban mi egy utánpótlás nevelő klub vagyunk, prioritás volt nálunk mindig a gyereknevelés. Én magam is abba kezdtem a tevékenységemet az asztali teniszbe, és azt gondolom, hogy az évtizedek alatt ennek meg is tudtunk felelni, és ezt a célkitűzést soha nem tévedtettük szem elől. Most egy nagyon szép sportkomplexuma van a Nyírbátori esélynek, de hol voltak az első edzések? Nagyon kaotikus volt a helyzet, mert hol itt engedtek be bennünket, hol ott a különböző intézmények. Hát örültünk minden lehetőségnek, de hát heti 2-3 alkalommal, ha ez egy játékos, akkor sajnos olyan világra szóló eredményeket nem lehetett elérni. Megoldottuk úgy, hogy a garázsomba felállítottunk asztalt, és akkor jöhettek oda a gyerekek pingpongozni, de hát az ugye nem ugyanaz a millió. Ezzel együtt azt gondolom, hogy amit lehet, abból az időszakból is kihoztunk, és amikor az első önálló termünk létrejött 2002-ben, és akkor már tudtunk úgy minden nap edzést tartani, akkor már Romániából idehoztunk egy edzőt, egy utánpótlás edzőt, és akkor indult meg igazából az a minőségi munka, ami aztán most jelen pillanatban fémjelez bennünket. Napjainkban ugye Majoros Bence számít az első számú magyar férfi asztali teniszezőnek, aki innen indult Nyírbátorból, de visszatekintve az elmúlt 30 évre teljesség igény nélkül emeljünk ki néhány nevet. A legelső olyan játékos, aki komoly eredményeket tudott elérni, az Csekő Balázs és Szőlősi Tamás volt. Utána Lukács Balázs volt az, aki az első mérföldkő volt a klubba, aki már a válogatott kerettagságig vitte, és nemzetközi versenyeken képviselte a magyar válogatottat, és meg Nyírbátort is. És az utána következő generáció, bár még előtte volt a Szarka Gyuri és a Héder Gabi, akik szintén nagyon jó játékossá nőtték ki magukat. A Héder Gabi az ötödik volt a magyar serdülő ranglistán, többször dobogón állt a különböző korosztályos versenyeken. Aztán utána jött a Lukács, aztán utána jött a Majoros Bence, aki hát eljutott arra, hogy valóban az ország egyik meghatározó játékosa. Most éppen kint a Asztali Tenisz Európa bajnokságon nagyon-nagyon komoly bravúrt értek el azzal, hogy a 8 között vannak, ezzel kvalifikálták magukat a jövő februári Koreába megrendezésre kerülő világbajnokságon.
A négy közé jutásért sajnos három meccslabdája volt a páros világbajnok Christian Carson ellen. Óriási bravúr lett volna, hogyha az abszolút favorit svéd válogatottat otthon meg tudják verni, de most a sors nem volt ilyen kegyes hozzájuk. De az, hogy ilyen szintre eljutottak, és hogy ennyire partner tudott lenni az a magyar válogatott a legjobb európai válogatottaknak, és én azt gondolom, hogy ez mindenképpen megsüvegelendő. És ne feledkezzünk meg Tülözes Dorottyának, és Erdőlő világbajnoki címet hozott Nyírbátorba. Tölgyes Dorottya, aki szintén egy nagyon komoly játékerőt képviselő játékos lett. Sajnos nála 15 éves korában akkor volt a csúcson, ott történt egy sérülés hullám, aztán utána jött a Covid, és szerintem ott elveszítette azt a motivációt, ami addig jellemezte őt, és nagyon-nagyon-nagyon komoly eredményeket gondoltunk, hogy el fog érni. Most is egy nagyon jó játékos, Debrecenben játszik extraligába, de a jelek szerint nekem úgy tűnik, hogy most inkább már a tanulásra fog fókuszálni, és az egyetemi végzettség az nagyobb kihívást jelent számára. Megemlíteném még Molnár Dávidot, aki szintén itt volt ifi válogatott játékosunk, aztán az egyetemre Pécsre került, és Pécsen a bajnokcsapat tagja lett, nem is akárhogy, hanem meghatározó tagja most már a pécsi bajnokcsapatnak, valamint most az 5. a magyar felnőtt ranglistán. Nagyon komoly eredményeket tudhat ő is maga mögött. Milyen az egyesület jelene és milyen a jövőkép? Infrastrukturálisan most rendben vagyunk. Nálunk is történtek az utóbbi időben változások. Sajnos az, hogy a legjobb embereket kiviszik külföldre, és ezt sajnos mi is érezzük, hogy meghatározó játékosok, meg edzők kikerültek külföldre az elmúlt időszakban, akár gondolok Lukács Balázsra, Tóth Gáborra, de Pink már most éppen hazajött Budaörsre, de hát ugye Budaörs meg Nyírbátor nem ugyanaz a lépték, és kapott a serdülő válogatottnál is lehetőséget, meg a Budaörsnek az edzője lett. Keresztesi Kitti kiment Angliába, akik itt voltak, Viktomi visszament Romániába. Hát az az igazság, hogy elég komoly érvágásaink voltak. Kis Zsolti elköltözött a városból, ő is kiment 5 évet kint élt Németországba, utána az jött, de Debrecenbe került. Tehát sajnos azért tudomásul kell venni, hogy ez egy kisváros. Viszont most van egy kibontakozóban egy nagyon komoly konstrukció Nagy Károllyal, a testvérvárosunkkal együttműködve, amivel azt gondolom, hogy egyesíteni tudjuk az erőinket, ki tudjuk aknázni azokat a lehetőségeket, amiben mi vagyunk a jók, meg azt is hozzátesszük, amiben a Nagy Károly jó, és azt gondolom, hogy ebből ki fog jönni nagyon komoly játékerőt képviselő csapat, valamint játékosok. Én most nem szeretnék előre jóslatokba bocsátkozni, mert az még túl kicsi, de én már látom azokat a fiatalokat, akik a jövő Tölgyes Dorottyái lesznek. Az egyik kisgyerek az kifejezetten nagyon ügyes, úgyhogy remélem még fogsz vele te is találkozni és riportot készíteni vele. Mit jelent Nyírbátor számára az a se? Az 50 éves évfordulót ünnepli a város gyakorlatilag az egész évben, és az nagyon fontos volt a város számára, hogy nem egy ilyen protokollális ünnepsége keretében ünnepeljük az 50 évet, hanem valamennyi olyan közösség, aki számára fontos volt ez az elmúlt 50 év, és valamennyi olyan közösség, ami a város számára fontos, együtt ünnepeljen, és ez az esemény is ennek része, hiszen az asztali tenisz Nyírbátorban én azt gondolom, hogy egyértelműen az egyik legmeghatározóbb sportág, és azt is elmondhatjuk, hogy az asztali tenisz a megyén belül a nyírbátori asztali tenisz méltán vívta ki elismerését a sport szerető emberek között. Ezért nem volt kérdés, hogy ebben az évben az 50 éves évfordulót az asztali teniszezőkkel együtt is megünnepeljük, és itt nyilván nem csak a mai napot ünnepeljük, hanem az elmúlt évtizedek sikereit, az elmúlt évtizedekben az asztali teniszért dolgozó vezetőedzők, edzők, szakemberek, gyerekek, szülők közösségét, akik ezért a sportért ebben a városban nagyon sokat tettek.
ebben az egyre digitalizálódó világban az egyik legjobb eszközünk arra, hogy egy kicsit a gyerekeket kimozgassuk, az a sport. Én azt gondolom, valamennyi sport alkalmas arra, hogy egy kicsit elrángassuk az asztal elől, a gépek elől a gyerekeket. Ebben az asztali teniszezők nagyon sokat tesznek, hiszen itt nem csak a versenysportról, nem csak a minél profibb gyerekek folyamatos edzéséről, hanem a tömegesítésről, a minél nagyobb létszámú gyerekek bevonzásáról, az iskolai sportolásról, és a rendszeres napközbeni testmozgásról is szó van, és nem csak a gyerekek körében, hanem nagyon fontos, hogy a városlakók is le tudjanak ide jönni, aki úgy szeretne kicsit mozogni, kikapcsolódni, hogy az asztali teniszt választja, az itt megteheti, és ami még nagyon fontos, hogy nem csak a sportot kell látni magát, hanem az asztali tenisz, mint egyesület, egy közösség is, nagyon komoly közösség formáló erő, a gyerekek számára, a szülők számára egy otthont is nyújt, egy második otthont, és én azt gondolom, hogy ebben is példamutató mind az egyesület vezetése és valamennyi tagja segítője. Az elmúlt három évben a Covid és az energiaválság miatt szűntek meg egyesületek, zártak be tornatermek, és hát tudjuk, hogy önkormányzati támogatás nélkül bárhol is nehéz működni a sportegyesületnek. Itt Nyírbátorban mit tud tenni az önkormányzat azért, hogy életben maradjanak a sportegyesületek? Nyilván oda kellett figyelnünk arra, hogy ezek a közösségek ebben a nehéz időszakban, lehet szó a Covidról, legyen szó az energiaválságról, ne essenek szét, hiszen ilyen közösséget újraépíteni sokkal nagyobb erőforrás, anyagi értelemben is, szervezet értelemben is, mint megtartani ezeket a jó közösségeket. Ezért nagyon fontos volt, hogy működési támogatást biztosítsunk, de a túlélésnek a másik záloga az, hogy olyan feltételeket teremtsünk a működés során, hogy olcsóbban, gazdaságosabban, hatékonyabban tudjanak működni. Ezért már több energetikai fejlesztést valósítottunk meg valamennyi sportlétesítményünkön, így ezen az épületen is, és a jövőben is azt tervezzük, hogy próbáljuk meg úgy átalakítani a sportszervezetek épület és egyéb működési hátterét, hogy az a lehető legkevesebb költséggel járjon, és természetesen a szükséges erőforrásokat pedig elő kell teremteni, ebben a város mindig partnere volt a sportegyesületeknek. Október 6-án hazai pályán a Tiszakécske ellen kezdi a bajnokságot a Nyíkseszeg Fűbútor. A továbbra is Szavis Bálne által irányított, alaposan átalakított együttes az MB2 keleti csoportjában indul. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy látszott, hogy ez egy nagyon kemény kihívás. A jelenlegi körülmények között ennek logisztikai, anyagi hátterét nagyon nehezen tudjuk biztosítani, és utánpótlás vonalunk pedig nagyon intenzíven és erősen fejlődött. Ennek köszönhetően inkább arra próbáljuk a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk az utánpótlást támogatni. A jelenlegi szereplése, hogy az MB2-ben indul majd a Nyíkseszeg-Fűbútor, így azt várjuk, hogy az utánpótlás korú játékosaink, az U16-U18-as korú játékosok egy sokkal keményebb terhelés mellett intenzíven tudjanak majd fejlődni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag teljesen kicserélődött a játékos keret? Szinte igen. 4-5 játékos van, aki korábban szerepelt mondjuk az NB1B-ben, illetve több olyan fiatal játékos, aki már U18-ból kiöregedett, és még U20-as korosztályú, de már most NB2-esként fog visszatérni, és nyilván a gerincét a csapatnak az pedig szinte az U18-as játékosaink adják majd. A gazdasági hátteret nézzük, milyen helyzetben van az egyesület? Lenne olyan szó, ami nem ide való, de nyilván most minden sportszervezet nagyon nehéz helyzetben van. Tehát az idei TAO lehívások, a teljes 2023-24-es bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programunkra kért és vetített költségvetésnek csak a 20%-át tudta lehívni az egyesület, és más sportszervezetek is hasonló módon csak kevesebbet, így hát a sokkal nehezebb és szűkösebb keretek mellett kell legalább februárig gazdálkodnunk. Ha viszont az utánpótlás játékosok és csapatok számát nézzük, akkor folyamatosan növekedés. Van-e elég edző, van-e elég edzés lehetőség terem? Edzésfronton nagyon sok változás történt. Jönnek majd új edzők, már két új edzővel is szerződéskötés előtt állunk, illetve a korábban két edző abba hagyta a munkát nálunk, más városban folytatták, vagy más sportszervezetnél. Az előző idényben megvolt a lehetőség sokáig, hogy benn marad a csapat, végül nem így alakult, és most az MB2-ben indultok, te maradtál a csapat élén, viszont változott a játékos keret, milyen csapattal, milyen elvárásokkal várjátok a szezon? Először pár szót szeretném mondani a tavaly szezon. Hogy én látom, ez csak egy pici rész hiányzott, hogy akkor szépen egy stabil MB2-ben
ebben egy zöld csapat tudunk lenni. Csak pont ez a picit a rész, ami mozaikbe kellett, nem volt, egy minőségi, kettő minőségi játékos, akkor össze tudom szépen szedni minden ez a játékos, ami ott volt. Mert ez a játékosok régen próbáltam már valami karriert csinálni, és nem nagyon sikerült, és senki nem volt teljesen vezér sehol. Így, hogy pont ez volt, amit hiányzott az a csapat. A mostani szezon a csapat, aki maradt, aki volt még a tavaly itt, három, négy rutinos játékos, mindenki más lesz a fiatalok, 20 vagy 18. Így, hogy ez a cél, hogy ő fogtok kapni nagyon sok perc. Ez a legnehezebb és legnagyobb lépés, mikor utánpótlás sport kell utána belépni a felnőtt csapat sport. Szeretem ez a NB2 pont elég jó bajnokság, hogy ez a fiatal játékos szépen tudtak kezdeni ismerni a felnőtt csapat, a felnőtt sport. Mert ott van több kontakt, a ritmus más, és szeretem ez a tanuló év lesz nekik. Heti hány edzésre terveztek, és ugyan nincs sok csapat, 5 csapat van a bajnokságban, elegendő lesz a meccs szám. A felnőtt csapat edz 3-szor, plusz a meccs. Csak ezt kell mondani, hogy a másik, aki U18-ba jár, ő is U18-ba járt a edzésen, így hogy nekik már minden nap edzés. Így hogy mi amatőr csapat vagyunk, ebben kettő, ez teljesen amatőr liga, így hogy ez a három minőségi edzés, ez teljesen elég ez a NB2, és így, hogy fiatalok már minden nap, majdnem minden nap edzünk, és mikor kezd még a bajnokság, akkor lesz 3 edzés plusz meccs, akkor ez 4 edzés. És számolom tőle, így szeretem, hogy a NB2 elég lesz. A tavaly ugyanez volt, NB2 ugyanez, semmi más terv nincs, mint mikor megnyertünk ez a keleti csoport, és utána bejutunk ez a Final Four, ugyanezt terv. A hétvégén egy U14-es fiú kosárlabda felkészülési tornát rendez a Nyíkse. Mi az elvárás a saját csapatotokkal szemben, és kik az ellenfelek? Összesen 4 csapat vesz részt, a mi csapatunkon kívül a városi rivális Nyílsul, illetve Sportcentrum, a Miskolc és az Eger. Hát a Medúza cégcsoport segítségével sikerült lebonyolítani ezt a tornát, aminek a polgármester a főügynöke, tehát tényleg egy hagyományt igyekszünk ebből csinálni, illetve ezt a tornát még a megyei szövetség is támogatja, tehát egy valóban évről évre bővülő létszámú tornát szeretnénk ebből egy idő után létrehozni. Igazából felkészülés, hát úgy érezzük, hogy a Miskolc és a Sportcentrum velünk egy szinten van, az Eger most egy fiatal csapattal fog jönni, tényleg a fő cél a serdülő bajnokságra való készülés. Mi az elvárás a csapattal szemben a bajnokságban? Ez a csapat tulajdonképpen egy éve fiatalabb zömében a kulcsjátékosok, mint a korosztály, de minél előrébb akarunk végezni, és már készülünk a következő évre, mert a gyermekcsapat, vagy a kenguru csapat viszont kimutatta jó országos szinten is. Tehát egy idő után össze fog állni, és olyan csapatok fognak itt a Nyíksében létrejönni, akik akár az országos döntőig is elmehetnek. Létszámát tekintve, hány fiatal pattogtat a Nyíksében? Hát most már biztos, hogy átléptük a 300-at, mert az elmúlt 2 hét toborzással telt. Az 5 bázisiskolában mindenhonnan toboroztunk, és mindenhol fog egy lány és egy fiú csapat is alakulni. Úgyhogy én szerintem plusz 100-120 fővel növekszik a létszámunk. A jövő hét második felében Nyíregyházán rendezik az ifjúsági és junior ökölvívó országos bajnokságot. A rendező a Nyíregyházi Boxklub lesz. Az egykori gyógyszertári központ épületében nagyon szép számban edzenek a Nyíregyházi Boxklub versenyzői. Menjünk egy picit vissza a kezdetekhez, mikor, milyen céllal hívtátok életre ezt a klubot? 2017-ben alapítottam meg a saját klubomat, előtte a Papp László Ökölvívó Akadémiának voltam itt a Nyíregyházi tagozatának a kihelyezett edzője. Elég szép számmal gyarapodik a klub, mint utánpótlás, mint hobbista számba. Körülbelül naponta 200 fővel dolgozunk,
mint utánpótlás, mind felnőtt hobbista, férfinői versenyzőkkel. Minek közül ez a szép létszám, hiszen nagyon sok sportág küzd azzal, hogy honnan szerezzen gyerekeket az utánpótlásba. A családias légkör, a családias hangulat, ugyanis mi a gyerekekért vagyunk, mi az emberekért vagyunk, mi a tehetségekért vagyunk, rengeteg hátrányos helyzetű gyermekkel foglalkozunk felzárkóztatás céljából, és úgy gondolom, hogy ez a létszámnak köszönhetően is igen jól működünk. Milyen forrásból működik a klub? Kapunk szövetségi támogatást, valamint dr. Szabó Tünde kormánybiztos asszony immáron már 7. éve támogatja klubunkat, rendszeresen ellátogat hozzánk, valamint a Honvédelmi Sportszövetség tagszervezete vagyok immáron 5 éve, és onnan is kapjuk a forrásokat. Milyen gyakorisággal edzenek a srácok? A heti rendszeressége hetente 5-ször van az utánpótlás edzés, tehát hétfőtől péntekig. Nyilván az élversenyzőknek napi 2 edzésük is van akár, hogyha lehetőségük engedi. Említetted az élversenyzőket, milyen versenyrendszerbe indulnak és milyen eredményekre lettek büszkék? Amióta a klubomat alapítottam, a Nyíregyházi Boxklubot, 15 utánpótlás korosztályú magyar bajnokkal rendelkezünk, Európa bajnoki bronzéremmel, valamint világbajnoki pontszerző 5. helyezettel. Úgyhogy ezt reméljük, hogy tovább gyarapítjuk az eredményeket. Erre lehetőség lesz, hogy jövő héten, hiszen csütörtöki vasárnapi Nyíregyházán rendezitek meg a junior és ifjúsági magyar bajnokságot. Mekkora falat lesz ez, milyen előkészületeket igényelt a szervezés? Ez egy óriási falat számunkra, ugyanis ez az első országos bajnokság, amit a klub rendez a Magyar Ökölvívó Szövetséggel. Egyszerre közösen szervezzük ezt a utánpótlás versenyt. Ez egy 4 napos verseny, közel 4-500 versenyzővel, 4 napon át osszák a pofonokat, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Közel 30 versenyzővel indít 30 versenyzőt indít el a klub, úgyhogy reméljük a legjobb eredményeket. Jelen helyzetben is több válogatott versenyzője van a klubnak, és igen, jó eredményeket érnek el folyamatosan. A 2 korosztályról, fiúkról és lányokról van szó. A Continental Arena lesz a helyszín. Hogy néz ki a lebonyolítás? Hány ringben boxoltok majd? A selejtezőkbe, 2 ringbe, valamint az elődöntőbe. A döntőbe a vasárnapi napon, október 1-én, viszont megpróbáljuk ilyen félprofi-szerűen csinálni az döntőnapját. 1 ringbe lesznek a döntők, a junior, ifi, férfi döntőket 1 ringbe lesznek megrendezve. Említetted, hogy szép eredményeket vársz a klub versenyzőitől. Említsünk meg néhány nevet, kik érhetnek oda a dobogóra. Bojti Gréta, aki standard válogatottja a Nyíregyházi Boxklubnak, valamint Bodnár Csaba, aki nehéz súlyban megnyerte a Diákolimpiát, és reméljük, hogy ezt meg tudja tartani, ezt az eredményt. Őket azért emeltem ki, mert rendszeresen eredményesek is, és tartják a helyüket a válogatottba. Elfértem a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk 1 hét múlva, viszontlátásra!